Ez életem első videója. Azért csinálom, mert eddig mindig megmutattam nektek, hogy képeken, hogy merre járok, de úgy gondoltam, hogy most először megmutatom videón is, mert ez valami elképesztően gyönyörű. Nagyjából elpróbálom elmondani, hogy mi hol van, meg hogy mi micsoda. Na nézzük, arról jöttem. Ez a látvány tárult elém, felfelé is itt jöttem. Hát butaságot nem akarok mondani, csak tippjeim vannak, hogy mi micsoda. Nagyjából, majd mindjárt elmondom. Van ott egy tó, ami szerintem, jön közben egy biciklis, ami szerintem Svangau környékén van egy tó, azt hiszem talán az lesz az, aminek nem tudom pontosan a nevét. Hello, Guzgott! Ahol a Neuschwanstein kastély is van. Szerintem az az lehet, de majd megnézem pontosan térképen. Ez a városka itt a lábunk alatt, vagy a városrész, ez konkrétan Reutte-nak egy része, Tirol, Ausztriában. És ez a pici-pici tó itt, ahol egyébként lehet fürdeni, zseniális, mert ma ugyan nincsen túl meleg, bár a napon eléggé, de ennek a tónak a víze nem melegszik fel túlságosan, és reggel, illetve hát nem reggel, bocsánat, dél környékén már 2 darab hölgyet láttam, aki fürdött a vízben. Megkérdeztem tőlük, hogy nem túl hideg. Hát azt mondták, hogy nem nehéz, vagy nem könnyű megszokni, de meg lehet. És erre fogok visszalemenni, és akkor most így elsétálunk egy kicsit arra. Hát ez valami mesés. Szóval feljöttem egy úton, és most nem ugyanazon az úton fogok visszamenni, pontosan annak érdekében, hogy én is több mindent lássak, mert hogy meg lehet tenni egy kerülőt. Elég valószínűleg tartom, hogy ahol vissza fogok menni, az ott mindjárt lenagyítok egy kicsit, mert hogy a tónak a jobb széléről jöttem, és szerintem ott van egy út az erdőben, valószínűleg az lesz az én útom. Még nem tudom. Visszamegyek egy kereszteződésig, ahol láttam, hogy merre tudok még menni. Onnan a másik irányt választom, mint ahonnan jöttem. Most pedig mutatok egy padot, ami valami elképesztően zseniális helyen van. Itt. Aki ezt kitalálta, az valami fantasztikus volt. Hát én most megmutatom innen nektek, hogy milyen a kilátás. Ide most le fogok ülni. Hát ez, gyerekek. Na. Egyszerűen nem akarok hazaindulni. Nem így terveztem a mai napomat. A mai napomat úgy terveztem, hogy túrázni fogok. Hoppá. Sólygunk! Itt volt egy biciklis, aki elhúzott konkrétan, és jól megijesztett, mert olyan hirtelen jött. Na szóval, most akkor visszajövök a képbe. A mai napomat úgy terveztem, hogy körülbelül 1 órát fogok sétálni, vagy egy ilyen rundot, aztán még lesz pár dolgom, amit megcsinálok. Hát, talán ez még soha nem sikerült, pontosan azért, mert elindulok, és egyszerűen soha nem tudok hazamenni. Pláne nem 1 órán belül. Elindulok, és elmegyek valameddig, és aztán még megyek, és még egy kicsit akarok menni, meg még egy kicsit akarok menni, és még meg akarom mindig nézni, hogy mi van a következő kanyar után, meg a következő kanyar után, és
egyszerűen nem tudom abba hagyni. Na hát ma is ez volt a helyzet. Úgyhogy a pár órás sétámból, amit terveztem, konkrétan egész napos lett, nyilván hozzájárult az, hogy ilyen mesés idő van, mint amilyen van, mert hogy viharokat, záporokat ígértek mára, ami hála Istennek nem jött be, illetve talán valahol ott van, de nem itt. Ami miatt hálát adok az égieknek, az univerzumnak, megköszönjük, hogy ilyen csodálatos napot és időjárást kaptam, mert hogy tegnap egész délután szakadt az eső, illetve viharok voltak, és most nincsen. És most kussolok egy kicsit. Hogy lássál hallani a madarakat. És néni, a biciklis bácsi, aki az előbb itt szaladt le, itt biciklizett le, az most ott ment el, odalent. Hát, rendesen feljöttem, majd este megnézem, hogy milyen magasra, és hogy hány kilométer volt. És jön még egy biciklis. Ő nem ilyen bátor. Ő elég sok fékkel jön. Nem úgy, mint a másik bácsi. És hát valószínűleg ez azért van, mert ez egy néni. Na. Szóval. Hát, most elindulok lefelé. Még egy kicsit lehet, hogy viszlek benneteket. Még egy kanyarig, és még egy kanyarig, mint ahogy túrázni szoktam. Szóval. Megfordítom a kamerát, hogy és még egy biciklis. Hogy ne össze-vissza beszéljek. Na, van nem itt vagy? Ja! Aufpassen! Szóval, nem tudom, hogy ebből most látszik-e bármi is. Igen, látszik. Jó. Szóval, nem mindig így szoktam indulni, hogy azt sem tudom, hogy merre megyek, de ilyen is előfordul, hogy amerre szimpatikus. Feljöttem a Franzéhez, ahhoz a tóhoz, ami ott lent volt, hogy onnan majd kitalálom, hogy merre menjek tovább. Aztán elindultam egy úton, ahová azt hitták, hogy nem tudom melyik cél pontosan, de körülbelül egy óra. Na hát most ehhez képest nem tudom hány órára sétálgatok, mindig arra mentem, amerre éppen szimpatikus volt. Megvártam, hogy most lesz eső, vagy nem. Közben megfordítom a kamerát, hogy az is látta, hogy merre megyek, ne csak az, hogy itt pofázok. Szóval. És van, amikor kinézek utakat, és arra megyek. Hát, ma nem néztem ki. És most le fogok menni vissza a Frauenzéhez, szépen lassan lesétálok. Ó, ezt még nem mutatom, mert ez valami zseniális. Ó, csodálatos. Meg hát az erdő. Meg hát ezek a fenyők, amik valami óriásira nőttek. Csodálatos. Szóval, vissza előre. Szóval, még ezt gyorsan elmondom, és utána eltűntem, és aztán maximum még egy videót készítek ott, a Frauenzénél, hogy milyen szar is nekem, idézőjelbe, nyilván. Hát remélem lesz nekem hely, le fogok ülni a napozó ágyra, a tópartra,
sajnos fürdőruhát ezt nem hoztam, tehát most azt én kihagyom, de csak most, mert aztán természetesen ezt majd szeretném kipróbálni. A közben újabb mesés helyekre érek. Szóval le fogok ülni a franzérére egy napozóágyra, kérek egy sört, meg kérek egy kaiserschmarrnt, eszek egy jót, iszom egy jót, és napozni fogok közben. Hát, és akkor majd onnan újra jelentkezem. Illetve még most lehet, hogy útközben is csinálok egy-két videót, amit szintén fel fogok tölteni. És akkor azon az útról, amin még nem jártam, ha látok olyan csodálatosan érdekeset, ami az előbb volt, és aztán megmutatom, hogy hova érkeztem le. Szóval ezt a kanyart még megvárom, mert hogy ez nagyon érdekes lesz, lehet, meg egy kicsit lassítok is, mert most így lefelé elég gyorsan, mert fölfelé nem ment olyan gyorsan. Ez egy visszafordító. Rengeteg ilyen volt egyébként ebbe az útba, tehát konkrétan ilyen cikcakba jöttünk felfelé, amit én nagyon szeretek, még egy biciklis. Aki itt száguldozik lefelé, amit meg is mutatok nektek, addig megvárom, míg leér. Elképesztő, hogy ezek hogy tudnak itt száguldozni. Döbbenet. Szóval. Megzavart, nem tudom, mit akartam mondani. Szóval, ha látok még olyan érdekeset, meg... Ja, ugye a visszafordított ott adok. A visszafordító kanyaroknál, hogy ezek mennyire nagyon elképesztően szépek, hogy milyen gyorsan emelkedünk így, hogy visszafordítókat tettek az útba. Na most akkor megmutatom, hogy honnan jöttem, onnan. Konkrétan. És valami kisvasútnak a hangját hallom, ami fogalmam nincs, honnan jön, mert nem tudok róla, hogy van kisvasút, de valaki, valami mintha dudálna. Na, hát akkor most leteszem, illetve kikapcsolom. És akkor majd jövök szerintem még egy olyan helyről, amit érdekesnek látok. Ha nem annyira nagyon, akkor pedig a Flamenzének a partjáról, amint sütkér ezek a napon, és iszom a sört, meg a kaiserschmarrnt teszem. Hát, sziasztok! Bis Péter! Ciao!